Úgy tartják, hogy több száz vagy akár több ezer vadon élő musztán kalandozik az államok nyugati felén. A nyugat és a felfedező szellem szimbólumát jelentik. Az amerikai musztánk igazán gyönyörű, természetes és számomra misztikus teremtmény. Az elmúlt években a legnépszerűbb, legérdekesebb, legfelkapottabb történetek a vadon élő fekete csődörről szóltak. Egyesek szerint a felfedezők által behozott arab telivérek egyeneságú leszármazottja. Mások szerint egy szellemló, amit senki sem láthat, de mindig rajta üt a helyi méneseken a kancákért, és elvezeti őket az éjszakába. A legendás Mustang. Én úgy hiszem, hogy a sötét felhő a legendás ló, amely megnyerte a Kelet-Nevadában tartott nagy amerikai lóversenyt. Bárhonnan is származik. Számunkra egy gyönyörű vadon élő csődör. Azon a nyáron, amikor megtudtam az igazságot róla, sok minden mást is megtanultam, magamról is. Clevelandben laktam az apukámmal. Anya halála óta kettesben éltünk. Azt tudtam, hogy nekem nagyon fáj anya elveszítése, de akkor azt még nem, hogy apának milyen nehéz volt. Megvan a fényképezőgéped? Igen, csak néhány képet kell csinálnom. Miért nem jössz velem? Hát, engem nem hívtak meg. Meg hát, majd lovagoltok, úsztok, túráztok. Biztos ellesztek majd, mert itt is csípni fogod. Csak mert egy régi barátnőd? Igen, igen, bár az már egy 25 éves történet. Figyelj, azt mondta, van ott egy korodbeli lány. Barátkozhattok. Ez remek. Egy barát sehol városból, Nevadából. Utahból? Biztos városi fruskának fog tartani. Hát, bizonyítanod kell az ellenkezőjét. Aha. Kész vagy? Igen. Úgy éreztem, hogy ő egész életében csak dolgozik. És most csak azért van velem, mert így nem anya miatt buslakodik. Nem hibáztatom. Nem tudta, hogy mit csináljon. Ha a helyében lennék, én sem tudnám. Az egyik legjobb dolog, amit anya nevelt belém, a fotózás szeretete. Ő mesélt nekem először a nyugat vadlovairól. És a fő célom az volt, hogy egyszer lefotózzam őket. Azt hittem, nem fog sikerülni, de miután... Hát... Miután anya meghalt, apa azt mondta, elvisz oda. Itt a jutai Nebo-hegy. Részben erdő, részben zsája, a vadon élő lovak otthona. És a kellős közepén van a Medvehegy farm. Itt fogom tölteni a következő egy hónapot. Ő CJ. Szinte le sem száll a lóról. Tagja a helyi rodeo klubnak. És biztos vagyok benne, hogy még soha életében nem járt nagyvárosban. Ha valaki azt mondja, hogy ő lesz a legjobb barátom, azt mondtam volna, hogy megőrült. Ő Alvin Niedermayer. Ő volt a farm szakácsa. Ők ketten testvérek. Dallas és Ty Brody. Honnan szedted ezeket? Az Eper farmról. Ó, lophatunk? Nem. Keressetek magatoknak munkát. Medi ezen a napon szólt CJ-nek, hogy jövök. Nehéz elhinni, hogy ő és apa, hát, kedvelték egymást. Szia, Medi. Szia. Kay mondta, hogy hívtál. Igen. Segíts nekem. Mivel? Nem mivel, kivel. Kivel? Egy korodbeli lánnyal, Hannah Mills-szel.
Mit kell tenni? Ide jön hozzánk néhány hétre. Vigyáznod kell rá. Nekem? Miért? Városi lány. Ide jön, hogy fotózgasson valami projekthez, vagy mi. Az apja egy régi fősulis ismerősöm, aki hosszú üzleti útra megy. Megkért, hogy vigyázzak rá addig. Te vigyázol rá. De rengeteg dolgom van. Beszéltem a szüleiddel, mielőtt elmentek. Anyukád beleegyezett. Hé, ne lopkod már az epret. Most jöttetek le a fáról. Mondja egy olyan, aki saját magának nyírja a haját. A városi lány nem fogja itt kiismerni magát. Barátkozz vele, jó? Fogd fel egyfajta munkaként. Fizetek. Mennyit? Attól függ, hogy dolgozol. A pónikat akartam kicsinosítani a vásárra. Nem kell mindig, csak napközben. De akkor vagyok fent, mert éjjel alszom. Ahogy mi is. Te szemét! Kúd már el innen! Haver, jól van, kis pajtás. Hagyjuk békén Zsémbes urat. Minden oké, Menj vissza az epeidhez. Szia, CJ! Mondd, Hardy, mikor jön megint áru? Hát, nem is tudom. Mindent megteszünk, de egyre kevesebb a Mustang. És amik még megvannak, ravaszok. Mondok neked valamit. A kifogásokért nem fizetek. Már elsőre is értettem. Na, itt van. Kösz. Mennyi? Több, mint legutóbb. Jó, az nagyon jó. Nem. Ez üzlet. Láttam még néhányat a patkódomnál. Holnap reggel menjetek oda és nézzétek meg. Miért nem megyünk most? Azt mondtam, láttam őket. Nem azt, hogy most ott vannak. Holnap menjetek oda, oké? Használd a Júdás lovat. Az majd megoldja. Mi van, ha erre már más is gondolt? Abban az esetben... beszéljétek le. Jól van. Az menni fog. Honnan tudod, hogy vadak? Honnan tudod, hogy nem? Figyelj csak! Szerintem ezeket a lovakat viszik a rodeóra 2 hét múlva. Igen? Tényleg. Akkor felülhetünk rájuk. Az egész város felülhet rájuk. Elfogad kártyát? Pénzt, igen. Nem fogad el kártyát? Tud olvasni? Jó. Tessék. Szép előlek. Nem úgy nyomtatta, ugye? Nem, igazi. Ismeri a Medvehegy farmot? Persze. Milyen messze van? Néhány mérföldnyire. El is köpök addig. A 90-es főút, ugye? Nem. Hát a térkép szerint... Hát azzal nem jutnak oda. Az Elvis mellette, és megy tovább. De megtalálják. Na és mondja, mennyi időbe telne elérni a farmig? Nagyjából 4 órába, de ott nincs semmi. Nincs meg a farm? A farm megvan, de nincs marha. Nem a marhák miatt megyünk. Hát akkor nem fogsz csalódni. Jól van. Megtankolom a kocsit, jó? Júdás, hozd ide őket, jó? Menj! Szerinted vannak még? Igen. Lehozza őket. Bug szokott erre jár őrözni. Nem probléma. És ha meglát minket? Olyan vagy, mint egy gyerek, Vörcs. Menjetek a patkódomra. Én majd kerülök egyet.
Itt találkozunk 2 óra múlva. Jó? Aztán ne késsetek! Ez a pasi elég hamar kijön a sodrából, nem? Veszélyes. Nem sokára pisztollyal fogja elkapni a lovakat. Á, olyat nem tenne. Az túl sok pénzébe kerülne. Te nem ismered olyan rég, mint én. Ha Morgan Haynes kijön a sodrából, akkor ott a pénz nem számít. Csak húzod az agyamat. Ő meg egy 45-ös automata fegyver ravaszált. Jobb, ha nem húzott fel. Hallottam, hogy csinált ilyet. Hát... Néhány éve valamiért nem követték a lovak Júdást. Órák teltek el, egyre mérgesebb lett. Végül bepörgött, kiborult. 6 lovat lelőtt, minden gond nélkül. Mi? A szeme serebbent. Kőből van a szíve. Az nagyon aljas dolog volt. Igen. Ez Mark Haynes. Sheriff hivatal. Frank Mills vagyok. A lányom írt önnek egy levelet a fotós projektről, amibe belevágott, kb. 6 hete küldte el. A faölelgető? Parancsol? Mustangokat akar fotózni, ugye? Pontosan. Vadlovakat fotóznék a természetes közegükben. Ahogy mondtam, faölelgető. Tessék, írja alá. Mi ez? Ezzel a papírral magára vállalja a felelősséget. Bevett szokás. Jó. Hány éves vagy? 11. Van idősebb zokném. Csak mese, tudod? Mi? A fekete csődör. Fekete csődör? Hát nem azért jött. Azért jöttél? A híres csődörre gondol? Ez csak legenda. Nem létezik. Itt nincs semmiféle rejtélyes fekete csődör. Nincs itt fekete szépség. Csak néhány elgyötört kájuszpóni legelészik, mintha vadlovak lennének. Ez a valóság. Sokat tudsz a mustangokról? Sokat olvastam róluk. Cleveland, ugye? Igen. Ohioban van. Igen, tudom, hol van Cleveland. Egy igazolványt. Ah, persze. Tessék. És hol akar a lánya fényképezni? A medvehegy farmon. Á, ott van Mustang Medi is. Őrült az a nő. Hát, nem hiszem. De, nem lepne meg, ha ő is zabot enne. Igen? Aha. Milyen messze van? Délre 10 mérföld. Köszönünk mindent. Viszlát. Csupa szívember vagyok, nem? Jó utat! Hallottad? Mit? Babysitter leszek. Á, tök jó lesz. De közelebb akartam kerülni a mustangokhoz. És felkutatni őt. Most legalább lesz társad is. Egy korodbeli lány. Mit gondolsz, létezik? Ő nem gondolkodik. Mondja ezt egy olyan, aki azért hagyta ott a sulit, mert volt hely az autóbontóban. Az egy jó munka volt. Sok ember akarna olyan melót. Ez igaz, sok ember akarna. A legtöbbjük olyan, aki sörös kupakokat ragaszt az ajtajára díszítésként. Pont, mint te. Mikor jön ez a városi lány? Valamikor ma. Hát, elugorhatsz még az éjségdülőhöz, mielőtt ide érne. Persze, akkor lemaradsz a rodeóról. Szerintem létezik. Lehet. Ha valaki látni fogja, azt te leszel. Vidd a bátyát. Kyle-t? Miért? Mert bármi történhet. Jó, ha ott a tesód. Ez nem igaz. Na mindegy, vidd el. Sz-
Szerintem te még a fagyit is bicskával eszed. Bagoly mondja. Hát? Vége van a hétnek. Oda repülök a gépemmel. Vigyék az autómat az érkezésemkor a reptérre. És szerezzenek ásványvizet. Legutóbb majdnem kiszáradtam. Magával a BLM iroda előtt találkozom a főutcán. Nagyon örülnék, ha pontos lenne. Megoldható? Ez még nem a világ vége, de nincs túl messze. Amúgy nagyon szép. Medi nem olyan volt, mint amilyennek elképzeltem. Egy szép és erős nő volt. És persze talpra esett. Medi? Már nagyon vártalak titeket. Azt látom. De valamit nem látunk meg azonnal. Hogy valaki jó szívű-e. Tovább tartott az út, mint gondoltam. Bemutatom Hanát. Ők. Szóval... Nem gondoltam volna, de még volt valami közöttük. Azt hiszem, hogy ezt nevezik szikrának. Bármi is volt az, én éreztem. És ők is. Azt hiszem. 3 hét olyan emberekkel, akiket nem is ismersz. Nem hittem el, hogy csak így ott hagy engem. Persze le akartam fényképezni a vadon élő lovakat, de nem egyedül. De még ha vidékiek is, megéri itt lennem, ha jó képeket csinálok. Olyan lesz, mint egy ajándék anyának. Oké. Okay. Hívlak, ha visszaértem. Oké. Okay. Kösz, Medi! Nem tudta, hogy mit mondjon. Kellemes időtöltést kívánt, és már el is ment. Nem gondoltam, hogy valaha is megbocsátom, hogy ott hagyott. Újak. A foltosokat még nem láttam. Csikó is van. Menjünk, hát ha megjött a városi fluska. Hát, biztos nem szeretné, ha így hívnád. Nem mondjuk el neki. Oké? Vegye le a kezét a kocsiról. $200 volt levakszolni. Elnézést, uram. Egy jó ménes nyomában vagyok. Még a héten kap új lovakat. Minél többet? Nem az én dolgom, de mennyi lóra van szüksége a Novák vállalatnak a tesztekhez? Igaza van. Nem a maga dolga. Igaz, de tudja, a sheriff a nyakunkon van. Számolja a lovakat. Tudni fogja, ha eltűnik néhány, és lehet, hogy a fejébe vette, hogy lépni fog. A maga gondja nem az enyém. Ezért fizetek magának, nem? Ezért, uram. A hétvégéig. Várom őket. Jó. Ez nem túl bös dolog. Honnan veszed? Nagy okos. Ez ugyanaz a víz, amiben az epret is megmostad? Talán. Nem tudod. Könyvet írsz? Én legalább tudok írni. Figyelj, Medi azt kérte, hogy számolj még egy emberrel. Kivel? Jön egy lány, hogy vadlovakat fényképezzen. A neve Hanna. Így is elég dolgom van. Ó, mit csinálsz a főzésen kívül? Ami egyébként nem túl finom. Azt hiszed, a babos sertéshús innyenckaja. Nem mostál már hétfőn? Igen, de nincs elég időm, hogy még főzzek is. Dolgozz többet. Most már napi 24 órát dolgozok. Dolgozz éjjel is. Azok amúgy női alsók. Akkor biztosan jól mennének rád.
Bugris! Az öné? Ameddig ellátsz. A patkódomtól délre az éjség dűlőig. De itt a legjobb. Gyönyörű a táj. Charlie-val apránként vettük meg. A férjével? 200 hektárral indultunk, és vettünk hozzá, amikor volt pénzünk. Akkor még jó ára volt a marhának. Nem látok marhát. Azért, mert nincs. Már nincs. El kellett adnom őket, hogy ne árverezze el a bank a farmot, miután Charlie. Mi ez a hacuka? Hogy mi? A ruhád. Mi baj van vele? Furán nézel ki. Szerintem jó. Na és mit akarsz itt csinálni? Lovakat fotózni természetes közegben. Jól csinálod? Azt hiszem. Akkor lássuk. Oké. Ügyes vagy. Köszi. De ezek magányos képek. Magányosak? Kietlenek. Üresek. Csak lefényképezem, ami érdekel. Élő alanyod nincs is. Van otthon olyan képem is. Igen, de ezeket mutogatod. Ezek a legjobbak. Láttál már Mustangot? Nem. Nehéz megközelíteni. Hoztam objektívet. Nem így értettem. Meg kell ismerned az állatokat, mielőtt fotózni kezdenéd őket. Enélkül nem megy. Kész vagyok rá. Ezért jöttél? Csak is ezért vagy itt. És meg akarom jelentetni a képeket. Az emberek jobban megismernék a vadlovak helyzetét. Szóval azt hiszed, hogy tudod, mi van velük? Hát, kezdenek kihalni, és meg akarom menteni őket. Megmented őket pár fényképpel? Ez a kezdet. Azért, hogy elmesélhessük a történetüket, mielőtt kihalnának. Van benned spiritus. Meg kell hagyni. Az mit jelent? Jól van, segítek, ha te is nekem. De miben? A mentésben. Egész életemben azon voltam, hogy jó életkörülményeket teremtsek nekik. Egyedül nem megy, próbáltam, de... Együtt talán sikerül. Segítek. Jól van. Már nem tudtam, hol vagy. Az éjség dűlőnél voltunk. Láttunk pár új lovat. Mennyit? Úgy 10. CJ, ő itt Hannah. Fényképezni jött. Szia. Szia. Őt keresed? Őt? Mármint a fekete csődört. Létezik vajon? Nem láttuk. Nem tudjuk. Én megtalálom. Annyi esélyed van arra, hogy megtaláld, mint nekünk, hogy mi legyünk a következő karnevál királynői. Annál azért kevesebb. Hetente 2-szer ennyi kellene. Igen, uram, tudom, de nem akarok feltűnést kelteni.
A sheriff nagyon résen van. Nem érdekel, ha az éjleple alatt csinálja. Hogyha nem szerzi meg nekem a lovakat, akkor máshoz fordulok. Megkapja a vadon élő mustangokat a gyógyszertesztjeihez, Mr. Novák, már megmondtam. Magának nagy szája van. Nem mondtam, hogy mire kellenek, ugye? Ha? Nem. Nem mondta. 50%-os felárat adok az összes mustangért, amit a hó végéig szállít. Mi ez a történet a fekete csődörről? Semmi. Csak egy legenda. Ennyi. Van alapja? Nem tudom. Érdekelne engem az a csődör. Nagyon is. Borzasztóan érdekelne. Értette? Igen. Igen, de... Kutatáshoz kell? Nem kutatáshoz. Mutatóba. És nem is vágásra. A Novak vállalatnak kell egy ikon, és ez a fekete csődör jó lenne. Vagy nem? Ha? De igen. Tudnod kell. Miket? Csak saját magunkra számíthatunk. Az emberek és az állatok. Tudom. Össze kell tartanunk. A lovak olyanok, mint az emberek. Családot alapítanak, gondoskodnak a szeretteikről. És ha valami vagy valaki veszélyeztetné őket, akkor szembenéznek vele. Együtt. Oké. Mi védtük meg őket. CJ szülei és én. Úgy érzem, hogy a lovaknak is meg kell adnom, amit én kaptam. Vagyis mi? Tudod, családot, gyerekeket. Úgy, hogy közben nem üldöznek. Megvédjük őket. Mi ezzel a gond? Semmi. Persze a kormány erről másként vélekedik, mint mi. Hogy? Szoktak néha razziákat tartani. És elviszik a kancákat. Medi megvédi őket. Az a helyzet, hogy ez illegális. Nos, nem vagyok híve a titkoknak. Jobb, ha mindent elmondunk. Éppen ezért ezeket is elmondtam neked. De nem beszélünk róla. Érted? Azt hiszem. Úgy gondolod, tévedek? Nem számít. Csak az, hogy mi lesz a mustangokkal. Én csak fényképezni jöttem. Jól van. Az apád jól nevelt téged. Mutasd meg a szobáját. Oké. Lovagolni? Mondjuk. Mondjuk? Hát már ültem lovon. Akik nem tudnak lovagolni, mindezt mondják. Nyugi, tudok lovagolni, nem vagyok városi liba. Nem mondtam. Nem is kellett. Bocsi. Nem baj. Lovagolunk? Aha.
azok törpék? Nem törpék, inkább pici babák. Miért hívják a lányok mindig babának? Te minek hívnád, ha először látnád őket? Hülye! Nem, itt téged hívunk, nem a lovakat. Szóval babák? Nem. Ő ott pajzs. Ő meg íj. A legkisebb pedig nyíl. Honnan vannak? Apa találta őket egy éve a hegyekben. Vadlovak voltak. Vannak vadtörpe lovak? Igen, vannak. Aha. Mintha most léptek volna ki az én kicsi pónimból, tudod? Gáz az a mese. Nekem tetszett. Gondoltam. Okos állatok. Gyere, mutatok valamit. Mit? Amiért jöttél? Itt a géped? Igen, mindig. Jó. Hova mentek? Éjségdűlő. Jó. Gyere! A Cheyenne indiánok Veshetekvának hívták, a Lómennyországnak. Itt vágtattak el a musztángok. Nagyon sokat tudsz az indiánokról. Fogjuk rá. Miért éjségdüllő? Úgy 100 éve. A túlvagyok ellopták az itteni takarmányt. Aztán a lovak egy télen át éheztek. Ez szörnyű. Igen. Innen a név. Nézd! Hú. Igen. Nagyon szépek. Fényképezek, hisz ezért jöttem. Értesz a fotózáshoz? Egy kicsit. Ez milyen gép? Az apám idején használom, amúgy nem nehéz. Nem digitálisat használsz? Nem, ez komolyabb. Nekem csak egy eldobható gépen van. Van egy kis Canonom, ha kell. Ez komoly. Persze, fényképez vele párat. Rábízod a fényképezőgéped? Miért ne? Igen, miért ne? Mert a tesóm csak úgy vonzza a bajt. Mondod te. Mindenki ezt mondja. Vigyázni fog rá, ugye? Persze. Nézd! Még nem láttam őket. Azt hittem, mindig ilyen lovakat láttok. Ezeket nem. Újak. Nem látok csődört. Az mit jelent? Ezek a lovak is családban élnek. Minden családban van egy csődör, néhány kanca és csikók. De itt nincs csődör. Talán csak nem látjuk. Fotózni is fogsz? Igen. Ő? A fekete csődör. Mármint létezik. Amelyik megszökött a vonatról. Igen, igen. Hát ezt nem hiszem el. Le kell kapnom. Ne ijeszd el. De gyönyörű. Gyönyörű és valóságos. Medi nem fogja elhinni. Dehogy nem. Itt a bizonyíték. Ó, oh, Buck. Hát itt vagy. Fent voltam a patkódomban. Már kerestelek. A rádión is hívtalak, de semmi. Nem a kocsiban voltam. A lóháton mentem. És láttál valamit? Nem, csak pár nyomot, de lovat nem. Aha. A munka során használd a kocsit. Légy mindig elérhető. Ez nagy megye, és csak ketten vagyunk. Lovasokat láttak odafent, szerintem megint a musztángok után koslatnak. Medi és a csapata? Nem. Nem Medi volt, és nem is Dallasék. Nem tudom, kik azok, de ki fogom deríteni. Rajta leszek az ügyen. Ez jó lenne, és ne feledd, hogy nekem dolgozol, jó? Hát persze. Igen, bocs, Buck. Jó, mindegy. Most megyek.
Medi! Te rohanj, én kikötöm a lovakat. Oké. Hol van Medi? Nem vagyok tudakozó. De ha tippelnem kéne, akkor... Léci! Mondd már! Szerintem a pajtában van. Oké, menjünk! Láttuk őt! Csodálatos volt! Egyszerre csak egy. Kit láttatok? A fekete csődört! Micsoda? Láttuk őt, fantasztikus volt! A fekete csődör tényleg létezik, úgy örülök. Hol? Az éjség dűlőnél, kancákkal és csikókkal. Ez tuti? Fényképeztem. CJ, biztos vagy benne? Igen, látnod kellett volna. Gyönyörű és nagy. Oké. Maradjon köztünk. Ne szóljatok róla senkinek, egy szót se, rendben? Miért? Mert nem szabad. De láttuk. Megértem. De senki nem tudhatja meg, most még nem. Elő tudod hívni a képeket egyedül? Nem, vagyis a cuccommal menne, de az nincs itt. Nem hivathatjuk elő. Még nem. Miért? Hiszen ezért jöttem. Néha fel kell áldoznod a vágyaidat egy nagyobb célért. De mégis ki látná meg őket? Lehet, hogy senki, nem ez a lényeg. Ha kiderül ez a dolog, a mustángosok úgy fognak itt hemzsegni, mint a legyek. Azok kik? Tolvajok. Lótolvajok. Egy júdás lóval ejtik csapdába a vad mustángokat. Micsodával? Júdás lóval. Így hívják. Amit betanítottak, hogy vegyüljön el és vezesse őket csapdába. A csapdába ejtett lovakat eladják, vagy elárverezik, és sosem látjuk őket többé. Néha kutya kaja lesz belőlük. Néha még ennél is szörnyűbb sors vár rájuk. Ha a csődör tényleg ott van, minden utolsó senkiházi haszonleső disznó ide fog csődülni, hogy elfogja. Ilyen sokat ér. Sokat. Az a fekete csődör a mustángok királya. Az utolsó mustángok hozzá csatlakoznak. Ő a legenda maga. És a bizonyíték a gépeden van. Mi lesz a vacsi? Nem maradtuk, ugye? De lehet. De nem rémlik, hogy meghívtalak. Te a nevedre se emlékszel. Itt mindenki humorista. Rég csinálod? Hát már egy ideje. Már több éve? Itt vagyok már 2 éve. Alvin és Dallasék Charlie halála óta vannak itt. Mi lett vele? Elütötték. Medi maga alatt volt. Átérzem. Anyud? Aha. Mi lett vele? Rák. 3 éve. Sajnálom. Én is. Néha úgy érzem, hogy figyel. Tudod? Olyan, mintha ott lenne a hátam mögött, mikor fotózok. Ő tanított? Igen. Csíped a mustángokat? Igen, olyanok, mint anyukám. Mennyeiek. Ez aranyos. Talán anyukád a mustángokkal mutatja meg. De mit? Hogy milyen a menny. A tudod. Szabad. Csodálatos. És minden olyan tökéletes. Igen. Nem gondoltam még erre. Én igen. Minden nap.
Dallas, itt vannak a fotóim. Elvinnéd a városba előhivatni? Persze, tedd csak le. Kösz. Mit csinálsz? Dolgozom. Javítgattok? Ja, karban tartjuk a szerszámzatot. Az mi? Hát beletartozik a kengyel, a kantel, meg ilyesmik. És miért hívják így? Mert így hívják. Te egy élő lexikon vagy. Az hát, Mr. Mindentudó. Tudod, van, aki olvas könyveket, és van, aki csak lapozgat. A lóval kapcsolatos szerszámokat hívják így. Benne van minden. Láttatok valamit tegnap az éhségdűlőnél? Igen. Mit? Mustangokat. Csináltuk per képet. Mennyit? A képet kérdezed? A Mustangot? Ja. Csak párat. Medi mindig a Mustangokért harcolt. Igen. Ez élteti. Segítünk neki. Jó ember. Ritka már az ilyen. Add ide a kantárt. Ott van. VH-val ráírva. Ott van, Nick. Ez itt? Aha. Nehéz megjavítani? Nem. Azért, mert nem is javítja meg. Azt se tudod, a ló melyik végére kell rakni. De igen. Az elejére. De felülni nem tudsz. Figyelj, táj inkább. De foglald el magad egy lépcsapóval, vagy valamivel. Akartok holnap lasszúzni? De mi? Aha. Fűrészbakot. Meglátod? Fűrészbakot? Jól van. Gyere, menjünk lovagolni. Oké. Sziasztok. Holly. Alvin, neked egyszer leállt az agyad, és nem indult újra, ugye? Hová tűnik az öled, amikor felállsz? Tudom, mit akartok elérni. És nem dőlök be neki. Oké. Nem tudunk átverni. Nem bizony. Hé, Dallas, figyelj, hallottad a hírt? Melyiket? Ami arról szólt, hogy fél percenként szívrohamot kap valaki. Ez igaz? De rossz lehet neki. Az már biztos. Nem kell a légcsapód, Alvin. Légcsapó. Ó! Legyen szép napod. Mindig bevesz, jól lehet szivatni. Mióta kint vagy? Nem, de nem is figyeltem. Van kalapod? Milyen? Cowboy kalap. És más ruha is kell majd. Mi baj van ezzel? Csak okoskodik. Csak segíteni akarok. Nem, segítesz. Ne figyelj rájuk, azt hiszik okosak. Ha itt dolgozol, jó ruha kell. Kápis? Az mit jelent? Mármint micsoda? A kápis. Az olasz nyelvből jön. Azt jelenti, hogy megértesz valamit. Slang szó lett, kapisi. De itt úgy mondjuk, hogy kapis. Te aztán tényleg egy igazi lángelme vagy. Alvin szerint puták vagytok, mint a homok. Alvin mondta? Aki azt hiszi, a papagájfogó egy háló. Irigy vagy. Gyere, menjünk a pónikhoz. Menjünk a pónikhoz. Azt hiszi, hogy háló? Ja, múltkor terült ki. Thank you.
Azt hiszem, ezt a tavat lehaláztuk. Még nem. Van itt még ló, érzem. Hé, hey, Verge! Kövesd őket. Nézz körül. És menj el az éjségdűlőhöz is. Visszamegyek az irodába, mert a sheriff már nagyon hiányol. Na és ha találok valamit? Ez az egésznek a lényege, Verge. Elég mustangot kell szerezni Novaknak. És tudom, hogy van itt ló. Csak nem tudom hol. Mert nem volt időm körbenézni. Te fogod megtenni. Legyetek résen. Jól van. Hardy, te a másik oldalról menj. És figyelj, nehogy arra lógjanak meg. Ne okozzatok csalódást. Kapis? Ha vannak még lovak, megtaláljuk. Az már biztos. Bennünk megbízhatsz. Aj, tudom én, Verge. Ezért vagy itt. Ezért vagyok itt? Ó, igen. Mert nagyon megbízható vagy. Igen, megbízható vagyok. Hallottad? Megbízható vagyok. Itt van Medi. Igen, valahol. Hello, segíthetek? Már intézem. Tudok jobb segítőt, gyere velem. Én csak Medit keresem. Ó, aztán akkor keressük Ebbet. Meg, itt kell lennie valahol. A saját orrodat sem találod meg. Egyik őtök sem. Szia, Medi. Szia, Ellen. Aztán egy kis Ebbet, gondoltam, biztos ízlene. Köszönöm. És persze másoknak is. Én imádom az epret. Az agyad is abból van. Mi? Nem kéne dolgoznotok? Hát, csak... Kereshetek nektek valami munkát? Nem, nem, ó, nem kell. Ne, mert, nem tudod, kell. Már itt sem vagyunk. Most akartunk menni, igen. Megyünk, és... Látod, eladtuk tavaly a sheriff helyettesnek. Ez volt a dédapám első építménye az éjségdűlön. Ez a kuckó. Mennyi ideig élt itt? Mikor épült ez a kuckó? 1909. Tényleg? Jaján. Szupi. Nagyobb, mint hittem. Csodálatos. Vajon tényleg ő az? Ő az. Nézd csak a mozgását. Nagyon erős. Bár itt lenne Medi. Igen. Több mint 100 éve vette ezt a telket a dédapám. Azóta nem sok minden változott. Ugyanilyen fejles volt ott. Most így gyönyörű. Szia, Medi. Buck. Mondd, mit csinálsz? Hogy érted? Hát, Morg azt mondta, hogy a patkódombon keresgéltetek. Az én telkem. Valóban a tiéd. Mondandód van. Mondjad. Csak nem szeretném, ha nagy hercegurcát csinálnál a dologból. Nincs hercegurca. Legalábbis a részemről. Ez nagyon fájt. Már jobb. Figyelj, Buck. Észrevettem, hogy már nincs annyi ló.
Neked ez egy kicsit sem furcsa? Medi, bocs, hogy ezt mondom, de számomra veled kapcsolatban minden furcsa. Nem velem. A mustángokkal. Tudom, tudom. Megkértem Morgot, hogy nézze meg. Benne sem bízok. Te senkiben nem bízol. Csak az emberi hülyeségben. Medi, Medi, ebben a változó világban te vagy az én álló és fénylő csillagom. Medi szerette a vadlovakat. Szinte mindennél jobban. Mindig is oda volt értük, de miután meghalt a férje, a lovak még fontosabbá váltak a számára. Szerintem aznap a rancs minden zegédzugát bejárta. Egy dolgot biztosan tudok róla, nagyon elszánt nő. Ha valamit a fejébe vesz, nem tántoríthatja el semmi. De egy helyet nem nézett meg akkor, az éjségdűlő melletti kanyont. Pedig ott voltak a mustángok. Hát igen. A fenébe. A rodeo klubba sok haragudni fognak. Miért? Ma volt az edzés, a bemutatóra. Kedden megint lesz. Gyere velem. Oké. Jó volt, nem? De. Akkor holnap? Persze. Felmegyünk az éjségdűlőre. Reggeli 6-kor van. Hajnalban? Korán kezdjük a napot. Akkor szoktam átfordulni. Majd hozzászoksz. Akkor holnap. Jut eszembe, te nem kapsz. Mit? Reggeli? Nem, kádot. Nem kap? Nem. Miért? Nem jó a fürdőkád. Hogy? Nem jó a transmitter. Van transmitter a kádban? Te is láttad, nem igaz? Szóval... Nem fürödhet. Nem. De zuhanyozhat. Miért nem mondtad? Most mondtam. Nem hiszem el. Én sem hittem el, amíg a kuzinom meg nem mutatta. Létezik a fekete csődör. Biztos Meli is tudja. Nem érdekel. Elkapjuk a csődört? Nem. Nem együtt, csak én. Ha elkapom a csődört, Novák keményen fog tejelni nekem. Velünk mi lesz? A csődör sokat ér, nem? Mi lenne veled? Semmi, Morg. Csak a részemet akarom. Mennyi? Az a részetek, amit én adok nektek. És az mennyi? Ja. Már te is kezded? Igaza van. Dolgoztunk és kockázatot vállaltunk, Morg. Bár azt hiszi, hogy te vagy a megtestesült jótevő, de szerintem nekünk is jár ebből egy kis pénz. Persze. Kaptok. Pont annyit kaptok, amennyit mondok. Mennyit? Ne feszíts túl a húrt! Majd meglátjátok. Vége a beszélgetésnek. Világos? Nem érdemes kiabálni. Ez egy jogos kérdés. Majd én eldöntöm, mi a jogos. Kapjátok el ezt a csődört, én pedig elmondom Nováknak, hogy mi van. Utána beszélgetünk. Tapsra vártok! Húzzatok el! Menjünk, Vörcs! Vörcs! Arra! Jól van. Valami nem stimmel. Nála sosem stimmel valami. Dallas, voltál a patkó dombnál? Pár hete nem. Miért? Most voltam ott. Egy családot sem láttam, egyet sem. Semmit? Pedig volt ott úgy 100 ló, meg 3 hete. Tudom. Nagyon furcsa, nem? Hát, mindjárt bemegyünk a városba. Utána megnézhetjük. Jó lenne. A régi nóta.
Tomény nyomok. Nehéz jármű ment itt. Szóljunk a sheriff helyettesnek. Menjünk. Uraim, morg. Mi a probléma? Nos, úgy látszik, eltűntek a mustángok. Mivel te vagy a sheriff helyettes, talán hallottál valamit. Tényleg? Nincs egy ló sem? Nincs. Én se láttam. Gáz lenne, ha egy ismerősünk lenne az oka. Hát, biztos nem ez a helyzet. De ez nem a ti dolgotok. Az enyém. Uraim? Szólj, ha van valami. Morg? Még ma is gyakori, hogy megszelídített állatok vadon élő társaikhoz csatlakoznak. Erre talán a legismertebb példa a Kentucky versenyt megnyert Mustang, amelyről úgy tartják, hogy megszökött egy vonat kisiklásakor. A fekete csődör legendája fennmaradt. Sokak szerint a csődör imádta a répát, és ebből ered a répa osztogatási hagyomány. Szerintem ide tudnánk őt csalogatni valamivel. Mivel? A répával. A répával? Igen. Olyan, mint a csali. De az nem csalás. Csak ha csapdába akarjuk csalni, de nem. És ezt honnan szedted? Olvastam. A csődörök imádják. Próbáljuk ki. Legyen a szád istenfüle. Ez meg mi? Régen mindig ezt mondta a nagymamám. Ha valaki olyat mond, amit szeretnél, ha megtörténne, ezt válaszolod. Legyen a szád istenfüle. Ezt mondják Ohio-ban? Csak a litvánok. Oh. Mindjárt dél. Honnan tudod? Nincs órád. A napból. A nyári napfordulókor a nap pont az északi félgömb felett van. A KAZ-ban. A pozíciója úgy 11 óra. KAZ? Egy időzóna. Ja, igen. Értem. Elmegyünk és megnézzük, ott van-e. Medi nem bánja? Á, miért benne? Csak megnézzük. Aha, csinálhatnék még képeket. Jó, gyere. Oké. Mit láttatok? Semmit. Tényleg nincs ló. Tudtam. Találtunk pár keréknyomot. Furgon lehetett. Akárkié. Nem akárkié. Valakié. Au! Ezt miért csináltad? Nem nyúl vagy. Nem kell répát enned. Hol van a lökött tesód? Elment a városba drótot venni. Egy répa miatt ütöttél meg. Remélem, ízleni fog neki. Én is. De amúgy hogy fogja megenni? Hiszen nincs is keze. De van szája, képzeld. De nem akkora, mint neked. Kyle! Halló? Igen. Mikor? Hányat? Igen, hol? Oda megyek és megnézem. Köszönöm, hogy hívott. Nézd, megeszi. Mondtam, hogy megfogja. Gyönyörű. Jó ötlet volt.
Mondtam neked, hogy csilit tesz az eper közé. Sziazek, Derek! Fogtatok valamit? Igen. Ügyesek vagytok. Szép, pápá! Holly! Fiúka! Fiúka! Gyönyörű állat. Nevezzük el. Hát, sötét felhő volt a neve. Igen, de olyan név kéne, ami most illik rá. Szabadon. Megvan. Soteka. Az mit jelent? Cheyenne nyelven van. Sötét felhő napnyugtakor. Soteka. Ez jó név. Szerintem is. Nem hagytatok el valamit? Hol van Júdás? Nem tudom. Azt hittem, hogy lehozza őket, mint eddig mindig. Szerintem saját ménest alapított. Ó, tényleg? Kérdeztelek? Verts! Ki van herélve, te barom? Nincs ménese! Találjátok meg! Mire vártok? Lehet, hogy saját ménese van. Ja. Harvey, te menj arra. Börtönnek szépen felviszont. Arra. Jó. Új. Honnan tudod? Múltkor csak 4 volt, most meg 5. Az meg ki? Morgan Hayes. Ki az? Szemétalak. Lefényképezem. Várj! Nyom nyugatra és délre. Ez mit jelent? Nem tudom. Talán külön váltak. Elcsalja őt a kancektól. A kosló. Igen.
Még Júdást is átverte. Túl okos, nem lehet átejteni. Ja. Na, Novák holnap ide repül. És meg kell szereznem a lovat. Na de hol keressük? Nem is kell. Hogy nem kell? Ő jön hozzánk. Virch, hozz nekem valamit a városból. Mit? Egy zsák répát. Mégis minek neked répa? Mondd csak. Nem voltam érthető az előbb. De, uram. Ez a szerencséd. Cserkészítek be, jó? Oké. Tiszta hülye vagy, mondtam, hogy ne húzd fel! Mondtam, hogy de ne húzd fel! De mi a frásznak kell neki répa? Ne kérdezz, tedd, amit mond, hozd el a répát! Miért nem mondtad? Azért, mert nagyon aljas. Emlékszel, nem hogy... most, dilinyós! Mi van Morgan Haynes-szel? Nem érdekel, hogy sheriff helyette, sosem bíztam benne. Szólok Bucknak. Magániszomban van, rabokat szállít. Megkeresem. Senki sem megy az éjség dűlőre, amíg utána nem járok ennek. Táj, ragd meg a szénakupacot. Hannah, te CJ-vel töltöd az éjjelt. Ez nem kérés, oké? Oké. Nem tudom, mikor jövök. Gyertek. De lovagolni akartam. De oda nem mehettek. Oké, tudom. Jó néz ki ebben a helyzetben. Nagyon vicces. Hozzatok mindent. Mindig viszünk mindent. Ja, mint a múltkor, igaz? Arról nem tehettem. Tessék. Hozd ezt. Oké. Mit is fogunk csinálni? Figyelj, miért nem kötöd inkább? Felejtsd el. Tényleg úgy gondolod, hogy ez beválik Júdás helyett? A kölykök ezt csinálták. Ezzel sikerült ide csalniuk őt. Hát igen. A mai kölykök nagyon rafináltak. Én úgy gondolom. És azt nem gondolod, hogy ezt egy kicsit lejjebb... Fogjátok már be! Majd én gondolkodom helyettetek is. Na és hová teszed, ha elkaptuk? Oda, ahol senki se keresné. Meg kell előznünk. Morg el akarja kapni. De Medi azt mondtam. De lehet, hogy megöli. Hallottad, hogy milyen ingerlékeny. Talán megelőzhetjük, és elhozhatjuk a csődört. Igen, a házatokhoz. Megér egy próbát. Igen. Jó van, gyere. Gyere. Paci. Nincsenek itt. Még keresgéljünk. Mindenhol néztük már. Menjünk. Oké. Jaj, ne. Mit lesznek? Semmi. Hol lehetnek? Nem tudom. Azt hittem Morgannál vannak. Várj! Mi az? Hol lehet a legjobban elrejteni valamit? Ahol nem találják meg. Vagy hol nem keresik. Hogy érted? Siessünk! A városban lesz. Morgi, menjünk gyorsan!
Látod, ott vannak. Igaza volt. Nem, semmi. Valóban. A csődört akarták. Segítséggel, CJ. Igen, és bizonyíték. Fotózd le. Jó ötlet. Tegye fel, estére már nem lesz itt. Rendben van. Nagyon szép áru. Vigyen a repülőhöz. Valamit elfelejtett. Jó volt önnel üzletelni, Mr. Novák. Most már mehetek? Verge majd visszaviszi. Verge? Hardy, gyere ide! Maradj itt és vigyázz a trélerre. Én benézek az irodába, hogy ne legyen gyanús. Jó. Mit tegyünk? Nincs idő szólni Dallas-éknak. Nincs. Várjunk. Kedd van. A Rodeo Klub. Te fotózz tovább, én mindjárt jövök. Mit mondanak? Hogy kigyulladt a furgonjuk. Hova visszük? Innen el. Mit csináltok a lovamnál? Nem akarjátok ellopni, ugye? Nem engedjen! Nem is a tiétek! És nem is a tiét! Thompson sheriff Wayne megyéből. Most arra már valószínűleg elfogtak kis barátaidat. De hogy? Hogy? Ha igazi sheriff lennél, tudnád, hogy a kocsiaink egyedi nyomot hagynak. Gyanakodtam, de bizonyíték kellett. Vannak fotók. Köszönöm szépen. Remélem élesek. Na, gyere csak! Hallottad? De mit? Buck letartóztatta Morgot. Igazad volt. És elkapta Verge-öt és Hardy-t is. Együtt csinálták. Hardy és Verge? Hát nem lep meg. Azt mondják, tiéd a ló. Tévednek. Nem az enyém. Senkié sem. Szabadon kell élnie. Na és? Most mi lesz? Befejezem a kerítést. Varázslatos nyár volt számomra, de olyan hamar véget ért. Ty és Dallas továbbra is ugrották Alvint. Szegénynek esélye sem volt. De mégis Alvin volt az, aki nevetett a végén. Ty és Dallas nagyon oda voltak Maddie barátnőjéért. És Alvinnak sikerült elvinnie Ellent egy sétára a fiúk szeme láttára. Ty és Dallas nem hitt a szemének. Ennek semmi értelme! Ő egy szokács, és a keze hozzá van ragasztva az orrához. Később tudtam meg, hogy Alvin és Ellen összejöttek. Nagyon fura módszerrel oldották meg a problémát. A távozásom napján eljött értem apa. Maddie nem volt ott.
ég veled. Elbúcsúztam mindenkitől. Tudtam, hogy hiányozni fognak. Nem gondoltam, hogy ilyen jó lesz velük. Ty és Dallas is elbúcsúzott tőlem. Hana, menjünk. Aztán kijött Medi. Hú, jól nézett ki. Apa is észrevette. Esélyesen volt. Elmentünk a városi karneválra. Életemben nem láttam ilyet. CJ-t választották meg a karnevál királynőnek, és együtt lovagoltunk végig az úton. Medi nagyot tévedett. Azt hiszem, ez volt életem legszebb nyara. Soha többé nem láttuk a vad csődört, sem a ménesít. Azt hiszem, elmentek éhségdűlőről vissza a nevadai hegyekbe. Ő volt a legszebb teremtmény, amit valaha is láttam. Semmi sem ért fel vele. Azóta minden nap eszembe jut, ahogy átvágtat a mezőn, ahol először megláttam. Örökké vad lesz, örökké erős, és örökké szabad. Magyar hangok. Pekár Adrien, Koller Virág, Spilák Klára, Zámbori Soma, Várkonyi András, Vári Attila, Sótonyi Gábor, Horváth Andor, Előd Álmos, Rosta Sándor, Albert Péter, Beratin Gábor, Zsemje Balázs. Magyar szöveg Petőc István, szerkesztő Horváth Márta, hangmérnök Bederna László, gyártásvezető Bogdán Anikó, szinkronrendező Balog Mihály. A szinkront az MTVA megbízásából a Balog Mix Stúdió készítette.